Már is itt van velünk Magyar György, akivel az előválasztásokról fogunk beszélgetni, és arról, hogy már több mint 12 000-en töltötték ki a Fudan konzultációt. Jó reggelt kívánok! Kezi csókolom, jó reggelt kívánok! Mire számíthatunk? Ki, mikor, mit fog csinálni? Mi a menetrend? Előválasztásilag? Előválasztásilag, fudanilag, mik most az események, amikkel jó, ha képben vagyunk? Hát én azt gondolom, hogy rettenetesen fontos az, hogy felébredtek az ellenzékiek. Rettenetes fontos, hogy a pandémia megengedi nekik, hogy utcára mehessenek, és ebből arra következtetünk, hogy ez a bizonyos felvonulás, és ez a bizonyos aláírásgyűjtés, tiltakozás nagyon jó főpróbája lesz az őszi előválasztásnak. Tehát a kettő szorosan összefügg. Miképpen? Mi, akik a Civil Választási Bizottságban dolgozunk, arra törekszünk, hogy az összes társszervünk bemutassa a tudását, és most a Fudánnal összefüggésben erre módunk és lehetőségünk keletkezett. Példát mondhatok? Na. Ilyen az a hang, amely nem rejti véka alá a készségét és a tudását. Már 2019-ben is megmutatta a főpolgármesteri előválasztáson, hogy milyen ragyogó technikával, szerverrel, háttérrel rendelkezik, és most ennek is egy főpróbája zajlik az aláírások tekintetében, meg az online szavazások tekintetében, és elmondhatjuk, hogy akkoriban még ez nem volt divatban, hogy így mondjam, online szavazás, és most már nagyon rákaptunk, valószínűleg a pandémia okán is, több mint 12 000-en szavaztak online-lag, tehát én azt gondolom, hogy ragyogó tesztje ez az ő tevékenységüknek. Ez a 12 000 az applikáción keresztül, vagy egyéb formákkal együtt? Ez az online formáció, ettől működnek még külön a sátrak, és még azt kell elmondani, hogy a technika okossága okán ez elsősorban most Budapestre koncentrálódott. Tehát tessenek elképzelni, amikor ezt országos szinten kell művelni, igen, jól jött ilyen értelemben ez a lehetőség, hogy a társszerveink és a kapcsolatszerveink bemutathassák a készségeiket, és gyakorlatban átültessék az eddigi tapasztalataikat. Másik ilyen társszervünk, a Számoljunk Együtt mozgalom. Ők arról híresek, hogy hitelesen ellenőrzik a beérkezett szavazatokat, fölviszik azt is számítógépre, és úgy hirdetnek eredmény szavazatszámlálás, hogy ez teljesen hiteles, megbízható, következésképpen itt is egy ragyogó próba zajlik, mert 14-én lezárul a fundános tevékenység, és a megszámlálást már ők fogják végezni vasárnap, és ez is számukra egy nagyon jó gyakorlat lesz. Harmadik ilyen társszervünk, ha szabad ilyen reklámfelületet kihasználni. A nyomtaste is, ezzel már biztosan találkoztak mások is, például a szombati felvonuláson több mint 10 000 példányt tudtak odaadni az emberek kezébe, és ez a lényeg, és ez a Klubrádió relációjában is rettenetesen fontos, hogy a mi híveink, hogy így mondjam, és a szimpatizánsaink hozzájussanak valós információkhoz. Mert ha a központi médiára hagyatkozunk, akkor szinte semmit nem tudnak meg az emberek. A nyomtaste is pedig az aktivistáink keresztül eljuttatja az információkat az emberekhez, akár dor-dor, tehát utcán keresztül, ajtón keresztül, mindenhová, mert az aktivisták erre alkalmasak. Tehát azt gondolom, hogy itt a civileknek nagyon nagy a szerepük a pártok mellett. Engem érdekelne az, hogyha jól értem, akkor a Fudan konzultáció kimondottan budapestieket kérdezi. Igen, ez most így van. És ennek mi az oka? Mert ugye maga a beruházás, a hitelkonstrukció, hát ezért ez egy 540 milliárdos befektetés, illetve hát hitelről beszélünk itt, azért ez az egész országot érinti. Persze a diákváros létrejötte vagy nem létrejötte, az kimondottan egy budapesti kérdés, de hát maga az egyetem és az, hogy lesz ez az egyetem, ez azért egy országos kérdés mindenképpen. Nagyon egyetértünk, és ezt a kommunikációban döntetes módon el is kell mondani. A vidéki fiatalok Budapestre kerülése, a mai albérleti árak, bérleti díjak szinte ellehetetlenítik az itt lakásokat, és a kollégium, hogy lehet világát, azt ismerjük, ugye, hogy milyen nehézkes most itt, következésképpen valóban országos probléma, de ezt a bizonyos technikát és ezt a bizonyos próbát itt Budapesten tudjuk most lebonyolítani anyagi és emberi erőforrások okán. De, és ezért mondtam azt, hogy jól jött ez, kapóra jött, mert minden hiányosságot ki tudunk küszöbölni, és mire aktívan kell augusztus hónapban szolgáltatni, a választással, tehát az előválasztással összefüggésben teljesen kiterjeszthető ez országos szintre. A pártok is ezen dolgoznak, és mi civilek is ezt egészítjük ki. Lesznek 106 helyen helyi választási irodák, lesznek sátrak, és lehet online szavazni. Tehát erre mondtam én azt, hogy ez egy ragyogó főpróba. És hát ráadásul ugye azt látjuk, hogy eléggé piszok jól haladnak a visszaléptetések. Nagyon sok megállapodás született az elmúlt hetekben, teljesen önként a pártok háttér megbeszéléseinek nagyon látványos eredményei vannak. Azt hiszem, ha jól rémlik, akkor Jobbik és a DK már 30 egyéni jelölt esetében léptetett vissza egymás javára, tehát ezek most azért nagyon beindultak. Vajon mekkora verseny marad itt a végére? A kérdés nagyon jó és nagyon érdekes. Nem kell attól tartani, hogy verseny nélkül maradunk, és nem kell attól tartani, végcsengőket nem kell megnyomni, hogy tulajdonképpen itt a verseny oda lesz. Nem. Vetélkedés marad, csak a pártoknak az erőforrásai, erről már beszéltünk az előbb, eléggé szűkösek. A verseny, tehát amivel a kormányzattal szemben föl kell vennie az ellenzéknek a küzdelmet, nem egyenlő. Itt nagyon nagy differenciák vannak a lehetőségeket illetően, és bizony az embereknek és a pártoknak be kell osztaniuk az erőforrásaikat. Ezért van az, hogy néhány párt egymás között egyeztet a tekintetben, hogy az esélyes jelöltjét futtassa, magyarul kampányoljon, de és csak belegondolni, egy ilyen nyomtatás már $500 000, hogy eljussanak az emberekhez információk egy-egy alkalommal. Tehát nagyon kell figyelni az erőforrások beosztására és ennek koncentrálására. De a legfontosabb, nem vész oda a verseny. Én úgy számolom, hogy a 106 egyéni körzetből közel 100-ban lesz vetélkedő, az lehet, hogy nem 5-6 vetélkedés, 5-6 játékos indul el a vetélkedőn, hanem 2 értékes vagy 3 nagyon értékes megküzd egymással, és a választóra bízza, ez a dolog lényege, nehogy az a téves képzet keletkezzen, hogy a pártok beülnek a szobáikba, és szétosztják a lehetőséget, nem, akkor az az előválasztás megcsúfolása lenne. Mi civilek ezt nem szeretnénk, és azon vagyunk, hogyha egyeztetnek is a pártok, ami egyrészt érthető, de nem viheti túlzásba. A versenyt meg kell tudnunk tartani. Az emberek megkérdezését meg kell tudnunk tartani, a demokráciát, az ünnepet meg kell tudnunk tartani. Nem engedhetjük azt meg, hogy ilyen háttérmegállapodások szülessenek, de nem zárható ki bizonyos helyzetekben, éppen az előbb mondtam, van rá szükség, és még valami. Ez csak az egyénire vonatkozik, ugye? És itt van nekünk a miniszterelnök jelölt választás is. Párhuzamosan az is le fog bonyolódni. És az nagyon érdekes lesz. Tehát mindenképpen érdemes elmenni előválasztani. Vagy azért, mert az egyénire megtaláljuk a szimpatikust és a legalkalmasabbat a választó szempontjából, és hogy ki lesz a listavezetője az ellenzéknek, az meg az egész jövőre nézve óriási befolyással fog bírni, tehát nem kell aggódni az előválasztás tisztessége és versenyszerűsége okán, mert egy-két helyen lehet, hogy kikerülik egymást a favoritok, de legalább biztosra mennek. És egy-egy körzet, bocsánat, egy mondat csak, egy-egy körzet az eltérő. Itt nincs recept. Lehet, hogy az egyik helyen biztos befutó van, lehet, hogy a másik helyen úgy néz ki, hogy nem lehet legyőzni a Fidesz jelöltjét, és ott igenis komoly vetélkedő lesz. Civilek is, különböző szervezetek is indítanak jelölteket, hogy kijelölhessék, megtalálhassák a legalkalmasabb vetélytársat. Gyorsan felteszem közbeszúrt kérdésnek, mielőtt még rátérnék arra, hogy hát egyébként most jönnek a választási viták, ami a boldog békeidőben, a demokráciában a közkedvencek, hiszen ezek a legizgalmasabb, legszórakoztatóbb dolgai egy választási folyamatnak, úgyhogy mindenképpen kíváncsi lennék arra, hogy erről mit lehet tudni. De előtte még megkérdezném azt, hogy mit gondol arról a sokak által felvetett problémáról, vagy probléma forrásról, hogy a kormány esetleg megpróbálja meghekkelni az előválasztásokat, hogy a számára legkedvezőbbnek tűnő jelöltel kelljen aztán megmérettetnie magát Orbán Viktornak. Ugye ebben a műsorban nem való személyeskedni. Nem. Megemlítettem az ön édesapját, hogy ez titkos? Nem titok. Édesapám Mérő László, és természetesen meg lehet őt említeni. Hát már csak azért is, mert osztálytársam volt, és mi azért sokat üstünk egymás mellett. És eléggé jól ismerjük egymás gondolkodását, és most is kicseréltük a gondolatainkat, amikor apa, Laci apa, kitalálta, hogy figyelni kell a trollkodásra, és javaslatot is tett matematikus, pszichológus alapon, hogy lehetne ezt a trollkodást megvédeni, kivédeni. Tett javaslatot például a többixes szavazásra, hozott egy példát az esküvőre, ugye emlékszünk rá, azt mondta, hogy ott könnyű kiszűrni azt, akit nem hívtak meg, és mégis oda megy ingyen ünnepelni. Itt is mi készülünk erre. Hogy stílszerű legyek, elmondhatom, megvan a vakcinánk, megvan az ellenszerünk arra nézve, hogy aki trollkodni akar, az bizony hoppon marad. És a legfontosabb védekezés, a leglényegesebb, belső titkokat nem szeretnék elárulni. Akkor ezek szabadalmi titok. Nem szeretném az ellenoldalt felkészíteni teljes körben, hogy hogyan tudja kijátszani a lehetőségeket. Az online rendszer egy helyről csak egy szavazatot enged be, letiltja az összes többit, nem személyes adatokkal vesznek részt az emberek a szavazásban, hanem kódot kapnak, tehát innen kezdve nincs visszaélési lehetősége. Személyes vonatkozásban azt mondom, hogy vidéken ismerik az emberek egymást, és amit ön nagyon helyesen érez, a viták meg is fogják mutatni, hogy ki az, aki ellenzéki gondolkodású, és ki az, aki nem, ki az, aki rossz szándékkal megy oda, mert kiszűrődik. Ebben a pillanatban kiszűrődik. És a legfontosabb gyógyszer, a legnagyobb vakcinánk, ami hatékony, nem feltétlenül Kínából érkezik, amelyik arra alkalmas, hogy sokan vegyenek részt. Ha sokan mennek el az előválasztásra, akkor ezt a hatalmas mennyiséget nem képes senki sem megdönteni, megváltoztatni és befolyásolni. És még valami, én ha kormánypárt lennék, nem az előválasztásra koncentrálnék. Megvárnám, még szépen küzdjenek meg egymással, megvárnám, hogy ismerté váljon a listavezető, a miniszterelnök jelölt személye, megvárnám, hogy kik lesznek az egyéni képviselőjelöltek, akik elindulnak a Fidesz jelöltjével szemben, és akkor beindítom a hengert, ha be tudom indítani, de én szerintem ennek már nincs értelme, mert addigra az állampolgárok megismerik a legalkalmasabb jelöltjeiket, és ki fognak mellette tartani. Aki mondjuk egy nőgyógyászhoz, egy főorvoshoz, vagy akár egy futballcsapathoz kötődik, az nem fogja odaadni a lelkét. És hogy fognak kinézni most a választási viták? Bevallom, én személy szerint ezt várom a legjobban, mert hát ugye már hiányoznak egyébként, mert azért az ember ahhoz szokott, hogy 4 évente itt a politikusok leülnek egymással, mindenki elmondja, hogy nagyjából mi a programja, és hogy miért ő az ideális választás a szavazófülkében, és hát most viszonylag, sőt, kimondottan élénk és gazdag vitaválasztékra lehet számítani. Erről esetleg, hogyha hallhatnánk. Meg tudom nyugtatni a hallgatókat a vonatkozásban, hogy lesznek viták, de koncentráltak lesznek. Hát most belemegyünk egy nyárba, ugye? Az emberek felszabadulnak. A vírus is talán megengedi, hogy kicsit szabadonban éljenek. De július végétől, amikor már nyilvánvalóvá válnak a jelöltek, mert bejelentkeztek, és elkezdődik majd augusztusban az úgynevezett aláírásgyűjtés, ugye, mert azt tudjuk, most jön az ismeretterjesztő része a beszélgetésünknek, 400 aláírást kell összegyűjteni, aki egyéniben akar indulni, érvényes aláírást, ezt is a szavazatszámlálók majd ellenőrizni fogják, értéknyilatkozatot kell aláírnia, és 20 000-et kell összeszednie annak, aki miniszterelnök jelöltre adta a fejét. Következésképpen augusztus lesz az az időszak, amikor elindulnak ezek az akciók, és szeptember 3. hetében lesz az előválasztás első fordulója, és ott fognak koncentrálódni a viták, amit kérdez kedves Vera, mert az a lényeg, hogy minél több hallgató, minél több választó megismerje a jelölteket, lássa az ő vízióikat, lássa a különbözőségeket, mert nyilvánvalóan olyan etikai kódex állt össze, hogy nem egymás kikészítése és tönkretétele Fidesz módszerrel történő karaktergyilkossága fog bekövetkezni, hanem az elképzelés rendszereket fogják megmutatni, és a különbözőségeket. És a választó valóban abban a helyzetben fog kerülni, hogy akár szimpátia, akár alkalmassági alapon döntsön, nem feltétlenül párt alapon, hiszen itt a pártok most egységet képeztek, a választói törvény adta lehetőségek okán. Tehát lesznek viták, partizán is szervez, a Civil Választási Bizottság egyik tagszervezete, a tabumentes mozgalom is szervez vitákat, tudom, már most megvannak az előkészületek. Televízió készítek, RTL-től, ATV-n keresztül, rádiók folyamatos normálisan működnek, elárulom azt a hadititkot, és aztán majd fejbelőnek érte, hogy az önök főszerkesztő helyettese is kereste már a kapcsolatot, hogy mikor, hogyan bonyolítsák le az jelölti, meg a miniszterelnök jelölti választások vitákat, azért, mert a nézőket erről tájékoztatni és hallgatókat tájékoztatni kell, hiszen a tájékoztatás a legfontosabb előfeltétele egy sikeres előválasztása. És itt akkor egy felháborodásomra van még idő. Bőven. Sok idő van, akkor nagyon föl fogok háborodni, mert egyszerűen felfoghatatlan, hogy Magyarország miért veszi azt tudomásul, hogy van egy közszolgáltatásunk, ugye úgy hívják, hogy televízió, úgy hívják, hogy rádió, úgy hívják, hogy hírügynökség, kesma vagy bármi, és ezt kisajátították. Hát a többieknek nem kell információ, közpénzből nem kell tájékoztatást adni minden egyes megnyilvánulásról. Hogyan merik venni azt a felelősséget magukra, hogy differenciálnak, és eldöntik, hogy mely híranyag kerülhet adásba, és mely híranyag jut el a választóhoz, meg az állampolgárokhoz. Hát közpénzen tartjuk fenn ezeket az intézményeket. Hát ez a közé, hát ezt nem lehet kisajátítani, nem is értem, hogy ezt miért hagyjuk. Hát elvesztette közjellegét, ez egy ideje már bekövetkezett. És hát igen, de ki tudtunk menni, most legutóbb kimentünk a Fundán miatt, ugye? Hát én azt hiszem, ki kell menni a közmédia miatt, a közmédia miatt is. Nem megengedhető, hogy közpénzen fújják, amit fújnak, és eltapossák hát a másik gondolkodást. Ne lássák el az alapvető funkciójukat, mert hát ugye pont ez lenne a funkciója, hogy mindenkihez eljussanak azok az alapvető információk és hírek, amik a magyar közéletet érintik, úgyhogy ha itt sikerül egy kormányváltás, akkor az egyik első kérdés. Egyébként a hét kérdéséhez kapcsolódóan biztos lesz is olyan, aki majd ezt fogja jelezni, hogy például a... Támogatom, hogy a médiát visszakapni, igen, visszaszerezni. Engem még nagyon érdekelne az előválasztással kapcsolatban, az, hogy itt azért nagyon-nagyon-nagyon nagy számú aktivistára és önkéntesre lesz szükség. Aki szeretne ehhez csatlakozni, szeretne az idejéből, energiájából áldozni a magyar demokráciára, miket tehet, hol teheti, hogyan teheti, milyen feladatokra keresnek embereket, hány embert keresnek, milyen időbeosztásokkal, tehát hogy melyik időszakban mire lesz szükség? Hál' Istennek nem nagyon kell keresni, mert jönnek. Jönnek? Hozzánk is, igen. Jaj, hozzánk is, a Civil Választási Bizottsághoz is jelentős számban jelentkeznek. Említettem már a hangot, ugye, amelyik bonyolítja most ezt a legutóbbi akciót is. Ott is lehet jelentkezni, a Számoljuk Együttnél is lehet jelentkezni, és lehet jelentkezni a Nyomtas Te is. Itt már több ezer ember áll csatasorban, de nyilvánvalóan minél többre van szükség. Mert az megint nem megengedhető, mert nem mondhatjuk azt még egyszer el, ami 2018-ban és korábban történt, hogy nincsenek ott a képviselőink a szavazatszámláló bizottságokban. Nem csak az előválasztás, ennek is egy jó trenírozása. De a nagy választáson minden egyes választási körzetben egy kötőjel 2 ellenzéki delegátnak ott kell lennie, ez 20 000 ember. Én azt gondolom, a pártok a felét összeszedik, és mi civilek összetesszük a másik felét. És ezzel a megítélésem szerint ezt a hibát ki fogjuk küszöbölni. Mert sajnos a feltételek nem egyenlőek, de amit lelkesedéssel és aktivitással lehet pótolni, azt meg fogjuk tenni. Mikor várható az, hogy az ehhez kapcsolódó közösségi kampány elindul, toborzás elindul, kimondottan a szavazatszámlázás? Folyamatban van, nagyobb erőt fog kapni most, ahogy a pártok az utolsó konferenciáikat megtartják, mert most már sűrűn van rendezvú, ma is lesz, tegnap is volt, és a 6 párt és a civilek kiegészítése állandóan zajlik, és ennek már honlapja is megvan, tehát az emberek utolérik, megtalálják, és nagyon örülünk az érdeklődésüknek, és megmondom őszintén, hogy ez az alapja, és a legfontosabb tartalmi eleme az előválasztásnak, hogy aktivizáljon az embereket, állítja fel a fotelból, és mondja azt nekik, hogy lehet nyomkodni a számítógépet, és el lehet menni szavazni, mert nem csak arról szól, hogy drukkolunk, hanem arról szól, hogy részt veszünk. Ez képviseleti demokrácia, ugyan, amit mi fölépítettünk, de a részvételi demokráciának is óriási jelentősége van. Nem lehet csak kívülről nézni, mint civil a pályán, nem akarok jobbofáskodni. És ha már részvétel, hogy a 18 év alattiak, akik 2022-ig a választásokig betöltik a 18. életévüket, ők ugye most szavazhatnak az előválasztáson. Azok, akik addigra betöltik. Igen. Tehát akkor már ők igazi választók lesznek, és az egész előválasztás metodikájában, tematikájában nagyon hajazni akar a nagyra, és követi azt a rendszert, ami ott le fog bonyolódni. Tehát nagyon fontos, hogy azok, akik ott már szavazhatnak, azok itt az előválasztáson is beengedve lesznek. És mindenki, virágozzék minden virág. Induljon el minden jelölt, induljon el minden jelöltszervezet, és küzdjenek meg egymással. Mert mondok még két dolgot, ha szabad. Na, nehogy szabad. Az egyik ez az aktivizálás. A másik, amit ugyanilyen fontosnak érzek, az a legitimálás. Tehát hitelessé tesszük azokat, akiket a választók megtalálnak, és legalkalmasabbnak találnak. És a harmadik a tematizálás. Hozzá vagyunk szokva, hogy minden egyes műsorban, minden egyes megszólalásban a kormányhoz, Orbán Viktorhoz viszonyítjuk magunkat. Hát ebből is elég volt. Tessék kérem olyan tevékenységet végezni, olyan alternatívákat elővenni és fölmutatni, amelyek minket mozgatnak és izgatnak. És ezt kell tematikába hagyni. És nem csak a Klubrádióban és minimál kis helyeken, hanem az egész közéletben jelen kell lennie ennek a kérdéskörnek, hogy az ellenzék összefogott, az ellenzék együttműködik, az ellenzéket belekényszerítik egy ilyen kényszerházasságba, és ezt a választók többségét meg kell tudnunk érinteni. És ez a megérintés, a tematizálás nagyon fontos, hagyni kell, hogy a kormány fújja a sajátját, láthatjuk, ha erőt lát, meg erős fellépést lát, akkor még meghátrálni is képes, vagy összeszavarodik. Láthatjuk a kommunikációjukat, nem tudják, hogy mit kezdjenek most ezzel a kínai egyetemmel, igaz? Az egyik miniszter elmesélte, ugye, hogy itt bármi történhet, itt fölveszik a hitelt, és indul a beruházás. A másik azt mondta, hát esetleg majd másfél év múlva tartatnunk erről egy népszavazást. Tehát meggyőződésem, hogy az egész ügy olyan érdekes. Ez egy kihátrálás volt? Akkor ön egyértelműen biztos ebben? Parancson. Akkor ez egy kihátrálás volt most a kormány részéről? Zavarodottságot jelent. Hát nem tudhatjuk sajnos, mert hát nincs jogállam, és így nincs nyilvánosság, és nem tudjuk megnézni, milyen szerződéseket kötöttek. Hát csak már szavazásra bocsájtanak egy kérdést, majd kijelentik, hogy ez a kérdés valójában csak a következő kormányzási ciklusban kerül valójában az asztalra. Azért én érzékelek itt némi ellentmondást. Hát és én egy rossz jogászember vagyok, és elmondhatom, hogy ha készen vannak a szerződések, akkor utána miről fogunk vitatkozni, vagy szavazgatni. Tehát megint a nyilvánossághoz kell fordulni, és azt mondani, hogy ki kell tudnunk erőszakolni, hogy láthassuk azokat a megállapodásokat. Nézd meg Paks 2-t, ugyanez a sztori. Nem ismerjük a belvilágát, csak szenvedünk benne, és küzdünk benne. És azt a körülményt megint nagyon nehéz elfogadni, hogy a magyar kormány, nem a magyarok, a magyar kormány nem veszi föl azt a kedvezményes hitelt, amit kaptak a helyreállításra, kaphatnának a Európától, mert nem akarják, hogy ellenőrizzék a tevékenységüket. Ugyanaz a játék, mint hogy mi nem megyünk az Európai Ügyészség rendszerébe bele, minket senki ne ellenőrizzen, nekünk senki nem mondjon semmit. De Kínánál nem számít a szuverenitás. Oroszországnál nem számít a szuverenitás. Itt, amikor az európai közösség tagjai vagyunk, és kedvezményeket kapunk, és tartjuk a markunkat, és vakcinához jutunk, stb. Akkor itt mi azt a hitelt nem igényeljük, mert nem tetszik a kontroll, de fölveszünk egy olyan kölcsönt, amiben nem lát bele senki. Hát ennek is véget kell vetni. Ezt a sutyi-mutyit abba kell hagyni. És a Civil Választási Bizottság ugye azt hangsúlyozza, hogy a CVB a tisztesség, pártatlanság, függetlenség és a szabályok betartása jegyében működik. Hát ez bár önmagában egy politikai alternatívának hangzik. Mit érdemes erről tudni egyébként? Hogy mit értünk itt szabályok alatt, amiket betartunk, hogyan garantáljuk a függetlenséget, erről azért már egy picit beszéltünk, de hogy néz ki ez a politikai alternatíva? Tehát, hogy igazából egy új hangnemet próbál megütni. Pontosan erről van szó. Mi teljesen tiszteletbe tartjuk a pártokat. Mi nagyon jól tudjuk, hogy a rendszerben ők az aktorok. De nem sátíthatják ki a közéletet. Meggyőződésem, hogy nekünk, civileknek nagyobb a társadalmi elfogadottságunk, mint a pártoknak. Mi jelen vagyunk az emberek között sokkal inkább, mint a pártok tisztelet a kivételnek. És ezért mondottam azt, és hangsúlyozom, hogy civil nincs párt nélkül, párt nincs civil nélkül. A közélet olyan, ami mindannyiunké, ahogy a közmédia is mindannyiunké. Ebből következően együtt kell csinálni. jó volt az ön kérdése, már elnézést, hogy dicsérgetem, mert de biztos nem haragszik nagyon, hogy vigyázni kell az optikára is. Nem szabad, hogy a választó azt érezze, hogy a háta mögött megállapodások születnek. Nem. Meg kell tudni neki magyarázni, hogy mi miért történik, és rá kell bízni a döntést. Hiszen nagykorú tud dönteni és okos. Nem szabad befolyásolni az embereket. Nem vagyunk Fidesz hatalom. Tehát átláthatóság és autonómia. Rettenetesen fontosak ezek a dolgok. Tegnap is volt egy konferenciánk, olyan gyönyörű gondolatokat hallottunk, az ember egészen elkezd repülni és szállni, hogyha azt érzi, hogy olyan közegben van, ahol gondolkodunk és tenni akarunk a társadalomért. Én már egy öreg ember vagyok, nem úgy, mint szegény édesapja, aki velem teljesen egyidős, hanem mi nekünk az unokáinkra és a gyermekeinkre is kell gondolni, és a hazánkra. Tehát bennünk van egy ilyen lelkiismereti probléma, ami valószínűleg sokak szemében úgy tűnik, hogy nem vagyunk komplettek. Sajnos itt közben letelt az időnk, úgyhogy szerintem legyen az, hogy ezt mi lenne, hogyha akár a jövő héten folytatnánk, mert egyébként most belecsapnánk egy olyan izgalmas témába, amit nem szeretnék ilyen túl röviden tárgyalni. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy ezt folytassuk, és hát maradjunk abban, hogy átláthatóság, autonómia, függetlenség, szabályok betartása és egy alternatíva a politikai közbeszédben. Ezt kínálja most a Civil Választási Bizottság és az egész kezdeményezés. Úgyhogy hajrá, jövünk a fejleményekkel hamarosan. Nagyon szépen köszönjük Magyar Györgynek a Fudan elleni konzultáció és az előválasztás főpróbájával kapcsolatosan, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Ígérhetem, hogy ezt hamarosan folytatni fogjuk. Köszönjük szépen, és nagyon szép napot kívánok. Köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek jó egészséget.